Amikor legutóbb találkozott a két csapat, Fehérváron tudott nyerni az akkor éppen nagy győzelmi szériából lévő Sopron. Most ellenben Zsinórban elszenvedett vereségek után voltak a hazaiak, az Alba pedig legutóbb szép győzelmet aratott a Szolnok ellen, de az első félidő alapján mégis úgy tűnt, a fehérmezes Sopron van jobb formában. Főleg kintről voltak jobbak Boriszovék, sokkal több triplát dobtak, az egész meccsen végül 14-et, míg a fehérváriak csak 4-et. Ez 30 pontnyi különbség, ami persze csökkenthető mezőnykosarakkal, de a 22. percben, vagyis a harmadik negyed elején már 21-jel vezetett a Sopron. Ekkor kezdte meg a felzárkózást a védekezésé javító Fehérvár, amelynek ebben a negyedben volt 8-0-ás és 8-2-es rohanása is. Sőt, 67-51-es hazai vezetés után egyértelműen visszajöttek a meccsbe Vojvodáék, olyannyira, hogy 2 pontra megközelítették a hazaiakat. Az utolsó 4 percen belül volt, hogy az egyenlítésért támadhatott a több lepattanót begyűjtő Alba, de kritikus helyzetben a Sopron amerikai kosarasai tudtak betalálni, a vendégek pedig a hajrában már csak 1 kosárra voltak képesek. Így végül 83-75-re nyert az SKC, ezzel a táblázaton a pontszámot tekintve beérte az Albát. Vélhetően ez a 2 csapat a 4. helyért vív nagy csatát, de a középszakasz felénél még nyitott a kérdés, melyik szerezhet pálya előnyt a rájátszásra, ahol, ha a papírformát nézzük, majd megint egymással játszhatnak a 4 közé kerülésért.